Sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával, és akkor kezdjük is a Mester 3-assal, hogy már lájkoljatok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki az egyes részeket, Bitcoin altokat, illetve a híreket szeretné elérni, az ezeken a gyors linkeken keresztül megtalálja ezeket. Aki még új a kriptovilágban, azoknak ajánlom a kriptoalapok lejátszási listát. Aki az árdiagram elemzéseimre kíváncsi, az itt éri el őket. Be kellene frissítenem, hogy mikre kell figyelni, hogy kell hozzáadni a coinokat. Arra majd próbálok figyelni. Na de haladjunk is tovább, aki olyan még részletesebb információkra kíváncsi, amit nem tudok elmondani az esti hírekben, az a kriptodás linkjén keresztül ezt is megtalálja. Aki kriptovalutát szeretne vásárolni, de még nem regisztrált egyetlen váltóra se, az itt talál ezzel kapcsolatban segédletet. Zárásképp pedig, aki fizikai pénztárcára szeretné áttenni a kriptóját, az a Ledger Nano X-el kapcsolatban talál itt segéd videókat, köszönet érte Gábor bányájának. És akkor haladjunk is. Egyszer, fészem, bocsi, majd Facebookra is felmegyek, már hogy 3 napja nem voltam fent, még a kriptodától is írtak, úgyhogy próbálok majd, bár mondjuk ma először ezért fel kell nézni a Polkamon miatt, meg ilyesmi a Uniswapra, elvileg 9-kor jön ki, vagy ilyesmi. Na jó, tehát Facebookra is próbálok majd haladni, hogy fel tudjak nézni, meg válaszolgatni ott is nektek. Azt mondja, hogy Atakon Titán, jaj, ez itt csak egy kis bónusz info, hogy megszivattak az Atakon Titánnal, azt mondja, hogy itt van, itt van. Ugye már itt volt, hogy kijön az utolsó rész, és akkor jaj, de jó, március 28, erre felmire kijött, bedobták, hogy to be continued, és lesz még egy rész, majd decemberben lesz az utolsó rész. Úgyhogy ez egész nagy szemétlánoság volt, de ami jót röhögtem, az volt, hogy beírtam valaki kommentbe, hogy azt még én, tudom is, 20 évvel ezelőtt még elnéztem, hogy a Dragon Ball-ba Son Goku másfél hétig gyűjti a Kamehameha-ra az erőt, és tényleg is. Tényleg ezek voltak, meg a focis sorozat, meg minden, hogy egy héten keresztül vitték fel a labdát a félpályáig, úgyhogy jó, hogy nem gyengék voltak ezek. Na jó, de haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy Bitcoin egy 59.200 dolláros áron van jelenleg, és holnap elseje, ami a legfontosabb, itt maradt még mindig a trendzóna fölött, és ami a lényeg, hogy holnap ugyebár azt mondja, hogy ad Ctrl-H, zárul a márciusi gyertya 30%-ot hozott eddig, közel 31%-ot, és akkor indul az áprilisi, ami valószínű ki fog majd lőni elég szépen, hogyha megindul a következő hónap. Na de, vissza, jaj, alt-kontrolhái, júj, na ez a különbség, hogy be van-e rajzolva valami, vagy nem, na ez alapján döntse el valaki, hogy most merre fog majd menni a Bitcoin. Így, de hát nem az igazi, de hogyha visszadobok rá mindent, akkor kicsit más a helyzet van, mihez viszonyítani, a csillagtérkép megjött. Na jó, szóval, én arra számítok, hogy elsője holnap, akkor aztán tényleg elkezdjük megtesztelni a narancssárga zónának a plafonját. Be fog lendülni itt minden, én nagyon úgy gondolom. És oké, hát többet nem is, ez nem hiszem, hogy lefelé, én nem már felfelé kéne indulni elsőjétől holnap. A Bitcoin igen, márciusban 25%-ot hoz, áprilisban 20%-ot hoz, hogyha ebbe a trendzónában marad, csak végig csorog az alján narancsárga vonalnak például. Nézzük is tovább, az aranynak a piacértéke, vagy nem a piacérték, az aranynak az ára, feljött 1700 dollár fölé már megint, végre másfél százalékot nőtt, kicsit növöget az arany, 1711 dolláros áron kapható jelenleg. Illetve az USA dollár az egy kicsit korrigál, de jön fel egész szépen az utóbbi napokban. 93,1-en van jelenleg. És haladjunk is tovább, azt mondja, hogy nézzük meg, hol van legfrissebb pötty a stock to flow-ba. Hát, vagyis tegnapi pötty, mert ez már régebbi, de hogy mennyire követi le a mintát, amit Plan B rajzol itt neki folyamatosan, és szépen leköveti. Ott megy a vonalon, ahol kell neki, májusra fel is érhetünk 80 ezerre. Hol a május? Itt a április, május. Ja. Oké, és haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy kifejezésekre hányan keresnek. Jaj, de lefelé görbült ott a vége. Ez a friss, vagy lesz újabb? Nem, ez a friss. Egyre kevesebben keresnek a bitcoinra. Na majd, hogyha holnap all time high lesz, átüti a plafont, szerintem nagy valószínűséggel akkor majd megugranak ezek a keresések. Megint ráeszmélnek az emberek egy pár hétre, hogy létezik a bitcoin. Jelenleg 32%-a keres az embereknek a 2017-es 8-as csúcshoz képest a bitcoin kifejezésre, kripto, NFT kifejezésekre pedig 9 és 5% ehhez képest.
Nézzük is a piaci értékeket, kezdve az Ethereum-mal. Ethereum majdnem megvan a top 50, az 51. helyen van most jelenleg az Ethereum, 214 billió dolláros a piaci érték, ezen aktuálisan 1860 dolláros áron. És akkor nézzük is a top 10-et, itt a Bitcoin a 8. helyét tartja 1,1 trillió dollárnál, jelenleg 59.400 dollárba kerül. És a Tesla, a Tesla két helyet feljött, jaj, de jó, 11. helyen van már a Tesla végre, lassan visszatér a top 10-be ő is. Nézzük is tovább, azt, jó, ez miért tekeredett le? Magyar forintba mit jelent ez? 18.250.000 forintot ér jelenleg egy darab bitcoin. Haladjunk is tovább, Frednek még nem jött meg, remélem, hogy holnap tényleg elsője lesz, akkor már megjön, hogy mennyit nyomtattak rá pluszba az USA dollárokra, amik világszinten vannak. És egy kis bányászás, azt mondja, hogy S19-es ASIC nagygép 110 terás és 31,5 dollár profitot termel jelenleg napi szinten, illetve egy 3080-as videókártya, az pedig 8,9 dollár profitot termel jelenleg napi szinten, mint kettő magyar áramára mellett. Erre azért rá frissítek még egyet, hogy volt-e. Aha, volt valami. Jó, 32 dollár termel az S19-es, újra kellett frissíteni. Mikor sok minden van a tetején, de nem a Bitcoinból, még mindig ezek a legjobb gépek, a többi az nem Bitcoin, ami a plafonon van. Na jó, haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy jött-e ki a Coinbase-en új coin. Mi a legfrissebb Twitter hír? Még mindig a március 25. Mindig a március 25. Nincs frissebb, jó? Azt mondja, hogy igen, haladjunk is a top 10 irányába. Azt mondja, hogy első helyen a Bitcoin, jelenleg 59.400 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 21%-ot nőtt. Második helyen az Ethereum, jelenleg 1860 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 1%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 20%-ot nőtt. Harmadik helyen a Binance Coin, jelenleg 305 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 21%-ot nőtt, vagy 22,5%-ot. Negyedik helyen a Tether, mindig 1 dollár, ötödik helyen a Cardano, az ADA jelenleg 1,18 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2,5%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 9%-ot csökkent. Hatodik helyen a Polkadot, ő ma is nőtt egész szépet, jelenleg 37,5 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 10%-ot nőtt, az elmúlt 30 nap alatt pedig 6%-ot nőtt. Hetedik helyen az XRP, jelenleg 0,558 ezer dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 25,5%-ot nőtt. Nyolcadik helyen a Uniswap, jelenleg 27,5 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 3%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 13%-ot nőtt. 9. helyen a Litecoin, jelenleg 193 dolláros áron kapható, az elmúlt 24 órában 2%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 11%-ot nőtt. 10. helyen a Teta, jelenleg 12 dolláros áron kapható, 12,2 dolláros áron, az elmúlt 24 órában 5,5%-ot csökkent, az elmúlt 30 nap alatt pedig 277%-ot nőtt. 11. helyre feljött a Filecoin, itt van a Filecoin, 184 dolláros áron kapható a Filecoin jelenleg, az elmúlt 24 órában 24,5%-ot nőtt megint egy nap alatt, az elmúlt 30 napban pedig 393%-ot nőtt a Filecoin. Júj, de jó, hogy betettem a portfólióba. Van itt még ez a Clayton, ez nem tudom mi, de ez nekem nem igazán tetszik. Itt vannak nagyobb számok, de ez furi, ő jövöget fel most itt a top 20-ba, hát nem tudom. Nekem annyira nem tetszik, jó kérdés, hogy mi lesz vele, illetve nem is lehet kb. Sehol kapni. Ez a, fú, nekem nagyon furcsának tűnik. Lehet, hogy majd egyszer beteszem a figyelősök közé, mert növögetni növöget, de hol lehet téged kapni? Jó, gyerek, aha, már alakul, hát már talán több helyen is coin van, meg BitTrex ott lehet kapni, OKX-en, meg Liquiden. Hát lehet, hogy majd elkezdem a Claytont is figyelgetni lassan. Na de haladjunk is tovább, azt mondja, hogy Filecoin 11. helyen, 110, vagy 11,5 billió dolláros a piaci értéke, a Tetának meg 12,2, úgyhogy hú, lassan egy nagyobb harcok lesznek a top 10-nek a végén. Azt mondja, hogy okker, ja, itt még igen, még ezt itt mutattam, hogy CoinMarket Cap, hát ezt már régebben is néztem, akkor 90%-ban koti volt rajta, úgyhogy mondom, hagyjuk már, most nem egyet akarok nézni.
de rengeteg minden és brutálisan sok, itt vannak a bejelentések, hogy mi mit fog csinálni kb. Mikor lesz plusz fejlesztés egy adott coinon, és a többi. De hát itt most a 7., 8., 9. oldalon vagyok, a 9. oldalon vált át oda, hogy március 31-ről április 1-re. Tehát 8 oldalon végig az van, hogy ma mi lesz bármilyen fejlesztés, vagy módosítás, vagy változtatás. Úgyhogy pfú, ezt nem tudom, ki tudja ezt lekövetni, végig nézegetni több oldalt naponta, hogy minél mi lesz. És akkor most le van szűrve a top 300 coinra csak. Jaj, nem gyenge, nem majd lehet, hogy ezzel próbálok barátkozni. Na mindegy, haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy nézzük az árdiagramokat. Az Ethereum 1850 dolláros áron kapható, 1855 jelenleg, és 0,7%-ot, közel egy fél százalékot, 1%-ot nőtt a mai nap folyamán. Ő is már benne van, hogy szépen most már visszajött a trendzónájába. Ebbe 15%-ot hozhat áprilisban. Nem olyan nagyon mocorgós az Ethereum. Itt lesz, ezt fogom nagyon várni én is. Április 14-én a Berlin fejlesztés az elindul, vagy akkor fogják bevezetni az Ethereumra, és hogy az hogy fogja megtolni az árát, arra nagyon kíváncsi leszek. Nézzük is tovább, Binance Coin 305 dolláros áron kapható, jelenleg 2%-ot korrigált, ugyebár kirúgott a háromszög mintázatából, és közeledik, remélem, hogy vissza fog menni a hosszú távú trendzónájába, ami márciusban 80%-ot hozott, áprilisban pillanat, tegnap este 3 órát, azért nem is ezért Facebook meg ilyenek, tegnap este a híradó után 3 órán át rajzolgattam, hogy minden egyes coinnál, amit figyelek, ami benne van a portfólióban, meg legyen az áprilisi adat is, hogy kb. Hány százalékot hozhat, mert itt azért vannak sokkal nagyobb eltérések a hónapok közt, ugye, mert magasabbról indul, akkor kevesebb is, amennyit hozhat ugyanabba a trendzónába. De áprilisban 40%-ot hozhat még a Binance Coin. Nézzük az adát. Az ada jelenleg 1,18 dolláros áron kapható, 2%-ot csökkent a mai nap folyamán, nagyon szenved itt a trendzónájának az alján. És ha itt se írtam még ezt, tehát áprilisra, azt mondja, hogy áprilisban 30%-ot hozhat, hogyha ebbe a trend zónájában benne marad. Oké, és nézzük is a dotot, a polkadot, 37,2 dolláros áron kapható, jelenleg végre már kezd meg, bár itt kritikus zóna van, 40 dollárra, 40 dollárt meg kéne lépnie, akkor tudna komolyabbat emelkedni. Igen, 10%-ot nőtt a mai nap folyamán, ettől függetlenül, 9 és felett, közel 10-et, és 30%-ot hozhat már áprilisban ebben a trendzónában, hogyha visszamászik bele. Nézzük is a Tetát, 12,1 dolláros áron kapható jelenleg a Teta, megtesztelte a trendzónájának az alját, valószínűleg lassan elkezd visszapattanni és megint tovább húzni. 6%-ot csökkent a mai nap folyamán, márciusban 320%-ot nőtt ebbe a trendzónába. Ja nem a trendzónában, mert ott még el sem indult kb. Az még messze volt a trendzónától, de március elejétől áprilisig mostanáig kb. Egy 300-320%-ot hozott, illetve áprilisban is hozhat még 75%-ot ebbe a trendzónába, hogyha benne marad. Nézzük a Filecoint, ugye már majdnem top 10-es, 11. helyen van, 182 dolláros áron kapható jelenleg, hát 183, és 22%-ot nőtt a mai nap folyamán, 90%-ot hozhat ebbe a narancssárga trendzónába, de már kirúgott belőle, már még komolyabban, már most kilépett, és még el sem indult az április, már komolyabban hoz a 90%-nál is. Azt mondja, hogy nézzük is a Lunát, a Luna 19,1 dolláros áron kapható jelenleg, na végre ő is kezd már visszafordulni itt a trendzónájának az aljától, ahogy nézem, majdnem 3%-ot nőtt, 2,7%-ot a mai nap folyamán, 200%-ot hozott márciusba, illetve áprilisban 60%-ot hozhat még ebben a narancssárga trendzónájában. Nézzük a Dogecoint, hát ő szenved, nagyon szenved, egy hónapja szem, mióta van már benne nekem is a pénzem, nem tudom, egy hónapja kb. Ugyanezen az áron van, másfél hónapja, úgyhogy kb. Semmi nem történik vele, jó, egyre inkább égeti a kezem, hogy el kéne adni, de még azért nehogy pont eladjam, és akkor utána lőjön ki a Bitcoin meg a Dogi is, még egy kicsit várok vele, de ő hát vele nagyon vigyázni kell, nem nagyon ajánlom senkinek, hogy Dogiba fektessen, nekem is 1% van benne. Ma azt is kezdegetem bánni, egy kicsit még várok vele, de aztán lassan eladom szerintem. 0,5-nél vettem, úgyhogy még mindig valamilyen szinten pluszba vagyok, ha ez számít valamit. Azt mondja, hogy 0,053 ezred dolláros áron kapható jelenleg a Dogecoin, és 1%-ot csökkent a mai nap folyamán. Jó Isten, tudja, merre fog menni.
Nézzük is a VeChain-t. A VeChain az 0,086 ezred dolláros áron kapható. A plafonos megint megkapta a plafon, már megint jön vissza kicsit a plafontól. 4%-ot csökkent a mai nap folyamán, 40%-ot hozott márciusban ebbe a trendzónába, és ha folytatja, ebbe fog mozogni továbbra is áprilisban, akkor 30%-ot hozhat. Nézzük is a kusamát. A kusama 505 dolláros áron kapható jelenleg, ha majdnem visszaesett 500 alá, sőt, még le is esett 500 alá, de aztán ott azért már felvásárolták, 470-ig levitték ma, de felvásárolták, és úgy látszik, hogy tartogatja ezt a kis trendzónát, vagyis ez az új trendzónát, mert a régit már berajzoltam neki lilával, benne van a pakliba, hogy abba vissza se fog térni, amiben 55%-ot hozott márciusba, úgyhogy nagyon bízok benne, hogy megtartja ezt az új trendzónát, ez még csak vékony sárgával van rajzolva, mert ez mennyi, egyhetes, kéthetes, tizedike, három hetes, lassan egy hónapos lesz ez is, de ebben pedig 70%-ot hozhat áprilisban, hogyha ebben benne marad. 505 dolláros áron kapott, és 6%-ot csökkent a mai nap folyamán. Nézzük is a Hederát, a Hedera 0,36 dolláros áron kapható, 6%-ot csökkent, 6 és felett ő is a mai nap folyamán. Úgy látszik, trendzónájának az alját, ha elkapta is, akkor innen fog majd visszapattani valami nagy valószínűséggel. Ő is márciusban 200%-ot hozott, illetve áprilisban 60%-ot hozhat még ebben a narancssárga trendzónában, ha benne marad. És akkor nézzük is a Teta, vagyis a T-Fuel-t, a Teta benzint. A jelenleg 0,41 dolláros áron kapható, ugyanott van az értéke, ahol éjfélkor indult, trendzónájának az alja felé van, innen valószínű felfelé fog húzni, 200%-ot hozott márciusban, illetve áprilisban 60%-ot hozhat, hogyha benne marad ebben a trendzónában. Nézzük is a OneCoin-t, a OneCoin, ha kicsit kifigyel, át nagyon vékony volt ez a trendzóna, valószínű, ha lehet, hogy ki fog mászni, lesz egy nagyobb mintázat majd itt benne. Ezt figyelnem kell, tegnap este még nem mászott ki, de most már kezdeget. Hát lehet, hogy ezzel kell majd összekötni az alját. Na, ezt majd megnézem hosszú távon. De hogyha igen, hogyha ebben narancssárga trendzónában egyébként benne maradta meg visszamászna itt az elkövetkező napokban, akkor áprilisban 110%-ot hozhatna még. Ahol a március nincs ideírva, itt kb. Le se lehet mérni, nem is voltak még trendzóna itt márciusnál. Hát amúgy mérhetnék egy tudom is én hány 100%-ot. Mondjuk most április 1-ig 600%-ot, 580%-ot hozott a OneCoin márciustól áprilisig. Áprilisban szintén hozhat még 110-et, hogyha ebbe benne marad, meg visszamászik. Nézzük az ICX-et. Az ICX olyan szépen belendült, hogy az valami hihetetlen. Megijedt attól gondolom, hogy berajzoltam neki, hogy áprilisban már csak 30%-ot fog hozni ebben a narancssárga trendzónában, úgyhogy el is kezdett kirúgni komolyabban. Át közel 3 dolláros, 2,97 dolláros áron kapható most jelenleg, és 11,5%-ot nőtt a mai nap folyamán. Nézzük is tovább, a Uniswap azt mondja, hogy pillanat kicsit nő, nem ezt akartam tekerni. Hogy volt kb. Egy pillanat, Bitcoinhoz kell belülnöm, ott látom, hogy jó, hogy vannak, aha, még egyet lehet rajta húzni, kb. Így, vagy já, legyen így, jó. Ott tartottam, hogy Uniswap, és ezt tekerem, oké. Okay. A Uniswap, nagyon, őt még nagyon gondolkozok, hogy eladjam a Uniswapot, pedig ezért jó lenne egy DEX, vagy decentralizált váltó, de hát ő is nagyon megpihent, kb. Egész hónap, a március eleje felé első két hétben húzott egy nagyot, aztán meg ezért pihenget most. Kimászott a trendzónájából, nem is nagyon mutatja, hogy vissza akarna menni. Na majd holnap meglátjuk április 1-én, holnap mindennek meg ki kéne lőnie szerintem. 27,7 dolláros áron kapható jelenleg a Uniswap, és 3%-ot csökkent a mai nap folyamán, 40%-ot hozott márciusban ebbe a trendzónájába, illetve ha visszamászna, akkor hozhatna áprilisba még 30%-ot. Nézzük is a BitTorrent tokent, jaj, lement 0,005-ről, pedig ott járt az ára ma, egész szépen meghúzott. Azt mondja, hogy 0,0048 tízezred dolláros, 49 tízezred dolláros áron kapható jelenleg a BitTorrent token, és 6%-ot nőtt a mai nap folyamán. Itt még be se lehet semmit rajzolni neki, még 100% csillag, mert többit 100%-ot hozhat. Annyira durván megindult, meg olyan nemrég, hogy erre még nem lehet vonalakat húzogatni. Még 2-3 tiszta pont nincs, amire rá tudnám húzni a vonalat. Úgyhogy 260%-ot hozott márciusban, áprilisban is hozhat még bőven ezért több 100%-ot, vagy 100%-nál többet is. Nézzük is a BAT tokent, aha, megint kicsit jövöget vissza, hát rá kíváncsi vagyok, mert ő azért, hát meglátjuk, hogy mi lesz vele, nem fog szerintem olyan nagyokat húzni. 1,1 dolláros áron kapható jelenleg, 5,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, már lilával átrajzoltam az alsó trendzónáját, a több hónaposat, és elindítottam egy, hát ez egy
Május, február vége, egy hónapos kezd lenni ez a felső trendzóna is. Inkább átrajzoltam, úgy látszik, megindult egy hónapja már ebbe az irányba, merdekebbe. Az alsóba is 40%-ot hozott márciusba, illetve hogyha merdekebbe folytatja tovább az útját, akkor ebben is 40%-ot még ugyanúgy hozhatja áprilisban is. Nézzük is a holótokenjét, a hatot. A hat hatalmasat jött az elmúlt 2 napban, úgyhogy most korrigál vissza, jelenleg 0,0166 tízezred dolláros áron kapható, és 5,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Márciusra nála se lehetett kb. Semmit, vagy úgy komolyabban lemérni, hát akkor még el sem indult ez a trendzóna. És 90%-ot hozhat áprilisban, ha benne marad ebbe a trendzónába, de már kitört belőle fölfelé, úgy, mint az állat, már többet hoz ennél. És áprilisban, hogyha még ha visszatérne, akkor is 90%-ot hozna. Egyébként meg még többet. Nézzük is a Matikot. A Matik, ahogy csendesedik, volt egy nagy kilövése, de most pihenget azóta itt március eleje óta. Jelenleg 0,36 dolláros áron kapható, és 3%-ot csökkent a mai nap folyamán. Ahogy látszik, azért csak jól húztam be tegnap este a trendvonalát neki, és pont itt pöccent az alján, és akkor onnan jön most vissza. Ebbe a trendzónába márciusban 80%-ot hozott, illetve opáré, áprilisban 40%-ot hozhat még, hogyha ebben benne marad. Jó lesz egy betűvel is, így, oké. Jó, haladjunk is tovább. Az Anker jelenleg 0,154 ezred dolláros áron kapható, 7%-ot csökkent a mai nap folyamán. Húztam neki is egy vastagabb trendzónát, bár ez még csak pár hetes, 2 hetes trendzóna. Hát fú, márciusban amúgy hát csak az aljától lemértem, nem ebbe a trendzónába, de mindegy, akkor ezért 550%-ot nőtt március óta az Anker, és áprilisban, ha benne marad ebbe a trendzónába, még mindig 120%-ot hozhat az Anker, hogyha ebben a narancssárga trendzónába fog mozogni áprilisban. Nézzük is a Fetch AI-t, mesterséges intelligencia, jelenleg 0, hú, 75-nél mondtam, hát és korrigálgat vissza. 0,76 század dolláros áron kapható, és 6%-ot csökkent a mai nap folyamán. Benne van ebbe a trendzónában, hát a közepe felé még lehet egy kicsit, legrosszabb esetben kb. Ilyen 0,7-ig is visszaeshetne, de lassan már kellene húznia neki is tovább felfelé. Márciusban 120%-ot hozott ebben a trendzónában, áprilisban pedig 50%-ot hozhat még, hogyha benne marad. Nézzük is az audiót, júj, az audióért azt az eget, 3 dollár, lement 3 dollárra. Hát most már nagyon bízok benne, hogy ki fog törni, és nem fog visszamászni, 2,5 kb. Az lehet a legrosszabb, amit el tudok képzelni. De lassan kéne neki mennie tovább, pont itt a teteje felé 3,5-nél vettem észre, illetve tettem be a portfóliumba. Azóta azért korrigált vissza, hát 15%-ot, vagy ilyesmi. Úgyhogy meglátjuk, mi lesz majd az audióval egyelőre. Tartom-e 3,07 század dolláros áron kapható, jelenleg 10%-ot csökkent a mai nap folyamán. Márciusban 800%-ot hozott ebbe a trendzónába, áprilisban is, hogyha ebben benne marad, 90%-ot hozhat még. Nézzük is a rendercoint. A rendercoin, ha úgy látszik, hogy megvolt a korrekciója, kikorrigálta magát, lement másfélig, egy egész, másfél dollárig, és akkor most már elkezdett jövögetni visszafelé, jelenleg 1,8 ezer dolláros áron kapható, 11%-ot nőtt a mai nap folyamán. Márciusban, jaj, hát, ja, hát hogyha onnan, hát jó, nem is tudom, honnan lehetett ez a március mérve. Az, jaj, ezt csak átmásoltam, hát nem is lehet neki március mérni, nincs is márciusnak meg az eleje, csak 17-től. Jó, úgyhogy áprilisban nem lehet lemérni, annyira frissen jött be, nincsenek még komoly mintázatok, amihez tudnék. Hát, talán most ezzel, hogy megállt a gyertya, talán lehetne, de 100% plusz hozhat még a rendercoin, én úgy látom. Áprilisba. Nézzük is a portfólióba az NFT-ket, az NFT-ket, végre az IG megindult, na! A Chili's Engine meg a Mana ők szüttyögnek már 1000 éve, a Chili's még mindig 0,5, 0, hát fél dolláros áron kapható, 0,495 ezred dolláros áron kapható, 5,5%-ot csökkent a mai nap folyamán, márciusban hozott 900%-ot, áprilisra, hát itt ne, trendzónát még nem nagyon lehetett berajzolni neki, de én bízok benne, hogy még a 100% benne van áprilisban. Mert el kellene kezdenie nőni, az 1 dollárt már majdnem elérte 2-3 héttel ezelőtt.
el kéne indulni újra abba az irányba. Na ne haladjunk is tovább, az engine végre már halad az engine felfelé, 2,6 dolláros áron kapható jelenleg, vagy 2,59 század dolláros áron, 4%-ot nőtt a mai nap folyamán. A hajó jó, úgy tűnik ez lesz, tényleg jó, húztam be az új trendzónáját, a narancssárgát, ezt meg talán el is lehet dobni. Ja, hát mindegy, azt most nem szórakozok vele. Igen, trendzónája alján valószínűleg innen fog felfelé húzni tovább. Márciusban 250%-ot hozott, áprilisban pedig 60%-ot hozhat még ebbe a trendzónába, hogyha benne marad. Oké, és nézzük is a manát, a mana 1,02 század dolláros, hát kb. 1 dolláros áron kapható, és 6%-ot csökkent a mai nap folyamán. 200%-ot hozott márciusban, 60%-ot hozhat még ebbe a trendzónába áprilisban. Gyorsan nézzük meg a figyelősöket, hát a Tron az úgy belendült, hogy a szemétládája, na ezért szoktam én, hogy van egy teteje is, lehet, hogy meg se várom az alját, hanem ahogy elkezd korrigálni, már itt a felénél veszek már, lehet, hogy 0,5-nél vettem volna Tront, hogyha itt figyelem, és akkor veszek, és utána leesett volna 0,4-re, és hűha 20% mínuszba lettem volna, vagy 15-be, de akkor meg nem marad le az ember arról, hogy tegnap még itt volt 0,6-nál, ma meghúzott 25%-ot. Úgyhogy most a Tron jelenleg 0,082 ezred dolláros áron kapható, 25%-ot nőtt a mai nap folyamán, és lassan lehet, hogy be fogom tenni a portfóliumba, mert most, hogy így kirúgott, hát ez neki all time high, gondolom, soha nem volt még ilyen magasan. Hát jó, az pöccintés, az semmi nem volt 2008 végén, az egy nagy kirúgás. De a hajó 0,1 dolláros áron már volt 2018. április 1-én. Na hát holnap lehet, hogy akkor a 3 évvel később megint megrúgja ezt a 0,1 dolláros árat. Kíváncsi leszek rá, de szépen elindult felfelé. Hopp, ide is be kellene, be is húzom, mert nem is tudom melyiknél, talán a kéknél húztam be, a sütinél. Nem úgy kék, hogy kék a színe, hanem cake. Mindjárt elérünk oda is, de aha, oké, és egy ilyen kis végnyit nyomok ide neki is, hogyha ezt megtöri, akkor biztos, hogy akkor jó, hát leszámítjuk azt a furi gyertyát, ami erőltetett szerintem, de egyébként akkor felhúzhat, akkor idézőjelbe all time high-on lesz, átüti a plafont a Tron, hogyha eléri a 0,1 dollárt, és nagyon abba az irányba halad, hogy már 0,08 megvan, de nagyon kevés van neki hátra. De 0,8-0,2 kell, negyede, 25%, 20-25%-ot holnap még húz, akkor el is érje a 0,1-et. Az egy stabil alja lesz szerintem, hogyha azon átmegy. Oké, és haladjunk is tovább vissza a napiba. És Solana. Solana, a hajó, igen, pont itt 20-nál kezdtem el tegnap figyelgetni, már görbül le egy kicsit a szája, meglátjuk, hogy holnap mi lesz, mennyire tovább fog húzni, vagy nem. De lassan Solanát is érdemes, mert 20 dollárnál neki all time high-ja van, én úgy gondolom. Jó, igen, szép nagy gyertyái vannak a Solanának haviba nézve. Úgyhogy Solanába is érdemes lesz majd belepakolgatni, őt is be fogom tenni szerintem a portfóliumba. Jelenleg 19,25 század dolláros áron kapható, és 1%-ot nőtt a mai nap folyamán. Nézzük is az FTX-et, az FTX hát 40 dolláros, 39,8 dolláros áron kapható jelenleg, és 0,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. Hát ezt igen, 40 felé fel kéne komolyabban húzni, de hogy Miami-ba stadion fognak elnevezni róla, az valószínű meg fogja tolni az árát. Nézzük is tovább, a Pundix is kezdeket egy belendülni, úgy látszik vége lett tegnap a korrekciónak. 0,0084 tízezre dollár áron kapható, jelenleg is 12%-ot nőtt a mai nap. Még mindig nem a favoritom, de egész szépet jött ma. Azt mondja, hogy az árvév 30,6, ú, már megütötte a 30-at, már túlment rajta, 30,6 dolláros áron kapható jelenleg, és 9%-ot nőtt ő is a mai nap folyamán az árvévet, még azt is egy, 2-3 a Tront, a Solanát meg az árvévet szerintem bele fogom tenni a portfóliómba lassacskán. Nézzük is a kéket, már azok is megvannak, hogy miket kéne kidobálni, valószínűleg, amiket már nem hoznak csak 30%-at sac per kávé majd áprilisba. A kék, a süti az visszafordult, itt be is húztam neki az all time high-ját, hogyha 20 dollárt megüti a süti, meglövi, fölmegy fölé, akkor utána fog komolyabbat nőni, akkor átüti a plafont, all time high lesz, hát neki is, ha tőle az fura gyertyától lett tőle, a óriás kanóztól eltekintünk, akkor végülis ez lesz komolyabban a legmagasabb ára, ami fölött megáll a gyertyának a teste. Jelenleg 18,2 dolláros áron kapható, a kék, a süti, cake, nem úgy kék, hogy szín, hanem cake,
mint süti, és 4%-ot csökkent a mai nap folyamán. Nézzük is a Vicsénnek a torját, 0,016 ezred dolláros áron kapott, és 7,5%-ot csökkent a mai nap folyamán. A Vicsén is korrigál vissza, meg a sztékelős verziója, a Vítor is. Ava, Travala utazási cég kriptókkal lehet utazásokat vásárolni náluk. Hát még nem mondanám, mert a gyertyáknak a teteje az csökkenő tendenciát mutat, hogy most ki fog nagyon rúgni, valószínű lesz benne még egy kis korrekció, és majd utána jelenleg 5,4 dolláros áron kapható, és 4%-ot nőtt a mai nap folyamán. Illetve a Vaxot hoztam még felül, cikkbe is lesz. Aha. Bocsi, lassan ő is át fogja ütni a plafont, úgyhogy a Vexre is figyelni kell, ők az NFT piacán tevékenykednek, és elég sok a Marvel-en vannak leszerződve, meg ilyesmi, lesz ma Godzilla-s cikk is róluk, 0,3 dolláros áron kapható, 0,31 század dolláros áron kapható, és 3%-ot nőtt a mai nap folyamán, lassan all time high a legmagasabb árát el fogja érni, úgy, ja hát nem, volt már 0,35, 2018 áprilisában, illetve májusában még túl is nőtt rajta, de kezdi most ugyanazt a ritmust felvenni. Na, ezekről beszélek, nem úgy, mint az XRP, aki 2018-hoz képest kb. Itt tart, még a felénél nem tartanak az árnak, ahol mint 2018-ban volt. A Vax, ő már létezett 4 éve is, és kezdi lassan megütni azt a szintet, és még túl nőni is rajta. Azért ez a márciusi gyertje szép 320%-kal. Azt mondja, hogy oké, és úgyhogy Vaxra is lehet, hogy majd ő is be fog kerülni az portfólióba. Gyorsan, még a portfólión kívüli top 10 szütyögű, és a Litecoin 192 dollár, még vissza sem mászott a portfólióba, vagy márciusban hozott, áprilisban már 20%-ot se hozhatna, még akkor se, hogyha visszamászna ide, 1,5%-ot csökkent ma. Chainlink márciusban hát talán még 20%-ot hozna, ha visszamászna, de vissza sem mászott. 1%-ot csökkent ma. Bitcoin Cash, ha visszamászna, se hozna még 20%-ot se áprilisban, ugyanott van, ahol tegnap volt, illetve az XLM, jaj, de jó, hogy eladtam. Ő is, ha visszamászna, akkor talán egy 25%-ot hozhatna áprilisban, de még vissza se akar mászni, 2%-ot csökkent a mai nap folyamán. Top 20-asok ők, de nagyon szüttyögősek. Oké, és akkor haladjunk, mindig itt jut eszembe, hogy van itt még nekünk rendercoinunk, úgyhogy az alja is látszik. Frissíjed be magad, azt mondja, hogy igen, jó. És akkor itt látszik a rendercoinnak a teljes életciklusa, megvolt a korrekció, úgy látszik, hogy már jön vissza a korrekcióból. És akkor nézzük is az Ecomit. Az Ecomi ma ki fél órán belül, 37 percen belül, tök mindegy, 40 percen belül felkerül a Uniswap-ra. Jelenleg 0,0125 tízezre dollár sáron kapható, én 0,105-nél vettem most 125, vagy 0,125, már hozott egy 20%, ja itt 20%-ot nőtt is ma, igen, és akkor nézzük meg, hogy tényleg úgy van-e, hogy 36 perc múlva. Mi az, hogy 8 óra? Hát akkor mégsem most este 9-kor. Pedig én úgy emlékeztem, hát ez így, az este híradókat mutatta, mindig úgy mutatta, hogy itt este 9-kor fog majd kijönni, mindig. Nem baj, egy héttel ezelőtt egy hetet toltak rajta, most egy az adott napon, az utolsó órával toltak rajta még 8 órát, vagy 7 és felett, úgyhogy jó, nem ez a lényeg. De hogyha 8 óra, akkor mikor lesz ez kiadva? 28 óra, akkor le van a hajnal, 4-kor, jaj, nem baj, mert már előre meg van véve, úgyhogy nem kell hajnal 4-kor felkelni, hogy megvegyek. Megvegyem meg, lehetett ugyebár a BitMEX-en venni, illetve a BitForex-en és már a GTO-n is, én mondjuk a BitMEX-en vettem meg, amit azóta már Ascendex-nek hívnak. Na jó, már is adott 20%-at az Ecomi, és még ki se adták, 8 óra múlva kiadják, akkor valószínű még többet fog húzni, még nagyobbat. Nézzük is meg a Polkamonnal kapcsolatban, van-e valami, mert... Na, 30! Mi az, hogy 30 dollár? Mi az, hogy... Hát ez 0,30, mi van? 0,35 volt, én ezt nagyon nem értem. Na, hol lehet kapni? Mutassátok nekem, hol lehet kapni. Mutasd a piacodat. Uniswapon, igen, a Uniswapon most már kijött. Jó híradó után rá akarok menni, meg kell nézni mindenképp, hogy ez épp Polkamon. Overview, mekkora a gyertyája, hogy indult? 30 dolláros káron kapható a... Ja, hogy jó, még nem is látszik, még semmi nincs berajzolva neki, annyira friss. Júj, ma jött ki, ugyebár 30 dollár, jó. Mindenképp kéne venni, 2300. helyen van, de ez nagyon valószínű, hogy fel fog húzni, úgyhogy P-mont, azt érdemes venni. Én is rá fogok menni, de Uniswapon, olyan körülményes ez a Uniswap, nem tudom, majd kitalálom, de most már összekötöttem pénztárcával, elvileg rendben leszek.
Mindjárt várjunk, csak ezért másodperc, lecsekkolom most élőbe, hogy mit mutat. A Uniswap-on lehet-e már Polkamont venni? Azt mondja, hogy pak-pak-pak, itt van már nekem előkészítve. Hozzá van kötve, jó, oké, ezért vissza oda, vissza ide, és akkor a Select a Token, be lehet-e írni neki, hogy Paymon. Nem, még mindig nem látom. A Polka mondta Uniswapon, hogy a jó Istenben van ez. Ja, mondjuk lehet, hogy már itt már írják, hogy mennyi lesz az ára, de lehet, hogy tényleg majd csak 34 perc múlva 9-kor fog, este 9-kor megjelenni. Se izével, dollárjel, paymonnal, se sima paymonnal még nem adja magát, de nagyon rá vagyok már készülve, hogy venni kell a Polkamonból, amint kijön Uniswapon rögtön. Polkamon itt mit mutat? Azt mondja, hogy ezt is mondták, hogy ki kell majd a tojás, vagy mi van ma, de még nem igazán kelt ki, ahogy néztem, vagy nem tudom, mi lesz ezzel, meg még a Coinbase-es walletbe sincs a Collectibles-nél semmi. Na mindegy, ezt majd figyelem, Polkadon az este témája, úgyhogy jó, lehet, hogy ezért el fogok ezért csúszni, meg ilyenek. Polka Starter, te minek vagy megnyitva, mert lehet, hogy itt, de mindegy, Uniswap-on lehet venni, neki most megy le az ára, úgyhogy ezt be is zárom, ez más sztori. És akkor igen, a Clayton-t ide tettem, de hát a Clayton-t, hát az, hát jó, végül is már valahol lehet veszegetni, nem tudom. Na mindegy, a Clayton-t itt hagyom, azt lehet, hogy majd elkezdem figyelni, beteszem a figyelősek közé. Egyáltalán be lehet, talán be se lehetett, azért nem tettem be, mert nem lehetett a Clayton-t. Megjött, jó, de napokkal ezelőtt, vagy lehet, hogy még tegnap is néztem, és egyszerűen nem találtam, akkor lehet, hogy ma tették fel több váltóra őt is. Hú, melyik legyen a Bittirex, a OKX, a franc se tudja. Egy másodperc csak, hogy melyikről mutatják, hogy megbízható. Ha Bittirex, meg az OKX az azt mondják, hogy nem igazán az low a megbízhatóság az OKX-en, akkor marad a Bittirex. Oké, és Bittirex-től, és akkor nem csak, hogy rákeresek, de hozzá is adom a Clayton-t, holnap már lehet nézni. Clay, meg akár most is Bittirex, Clayton nem Tether, hanem USA dollár calculated by TradingView, ugyanezt adjátok hozzá, ehhez fogom majd behúzgálni a vonalakat, ha felkerül a figyelősből a pak-pak-pak portfólióba. Clayton, ő még annyit megnézek hozzá, hogy hanyadik helyen van, 13. Ja persze, hát mert igen, ezt néztem, hogy a top 20-ba feljött, mondom, mi a jó Isten csinál ez a Clayton, meg mi ez, de hát még a TradingView se lehetett látni eddig. Mutasd magad, Clayton. Aha, jó. Hát még jó, oké. Lower high, alacsonyabbak a kanócoknak a tetejei, ez még mindig lefelé jön, úgy néz ki. Na mindegy, majd érdemes lesz figyelni. Júj Clayton, hát viszont akkor, hogyha top 20, akkor az zöld elég keményen, és a portfólión kívüliekből ő van az első helyen. A Tront még megnézem, mert a Tron az bejött már a top 20-ba, vagy 21-2-3, hol van már? 20. helyre bejött a Tron, és letaszította a WeChain-t, a high csere volt. Oké, egy pillanat, ezt is helyre rakom, nem ez kell nekem, hanem ez kell nekem. A Tron bejött a 20. helyre. Oké, és a WeChain-t letaszította a 21. helyre. Na, mondom, anyád. Így, oké, ez is rendben van. Jó, oké, és Claytont is kezdjük majd figyelgetni. Bitcoin vissza, és akkor most hát tényleg elértem az altoknak a végére, még a Claytont is megnéztem, meg betettem a jó, akkor itt már nem kell követni a figyelőségből, betettem, úgyhogy rendben lesz. Elérkeztünk a hírekhez, és akkor nézzük is. Igen, a Goldman Sachs is el fogja kezdeni ajánlani a Bitcoinbe történő befektetésnek a teljes spektrumát, minden bitcoin lehetőséget az ügyfeleik számára biztosítani akarnak, hogy tudjanak bitcoinbe fektetni az emberek. Úgyhogy mindenki pozitív hír, követik a JP, nem a JP Morgan volt, Morgan Stanley volt talán az első bank, aki egy héttel ezelőtt, vagy hogy bejelentette, hogy a tehetős ügyfelei számára lehetővé teszi, hogy bitcoinbe tudjanak fektetni. A Goldman Sachs, nyilvánosságra hozta, hogy igen, bitcoin befektetési lehetőséget fog ajánlani ő is a tehetős ügyfelei számára. A befektetési bank tervei közt az van, hogy a teljes spektrumát lefedik majd a bitcoin befektetéseknek, úgy, mint a fizikai bitcoin vásárlás, hát ez jó, nem úgy fizikaira mindegy, de hogy valódi bitcoin vásárlás, mint a derivatívákon, például futures részvényeken keresztül, nem is részvény. A futures az fix futamidejű, határozott, hosszú lejáratú történet, na mindegy, bitcoint is lehet majd venni náluk közvetlenül, derivatívákon keresztül is be lehet fektetni, illetve hagyományos befektetési eszközökön keresztül is lehet majd bitcoinba fektetni a Goldman Sachs-nél.
Goldman Sachs-nál. Nem tudom, meg kell már néznem, mert CNBC-n egy hírbe beírni, hogy Goldman Sachs, és akkor megnézni, hogy az amerikaiak hogy mondják. Majdnem elkezdtem angolul olvasni. Rengeteg ügyfél van, akik keresik ezt a vagyontárgyat, az inflát, hogy megvédje őket az inflációtól, keresik a bitcoint. És a makrogazdaság visszaesése az elmúlt évben szintén rájátszott erre az egészre, ugyebár, hogy Covid van, a gazdaság kezd összeomolni, akkor nő az infláció, nyomtatják a sok papírpénzt, és akkor tudjuk, hogy ez van az egész mögött, nő a bitcoinnak az ára, emellett megvéd az inflációtól, és akkor egyre többen keresik, hogy bele tudjanak fektetni, illetve rengeteg ügyfelük érzi úgy, hogy például, hogy mondjuk az új internetnek a hajnalán vagyunk, ami 2000, a 2000-es évben volt a dotcom buborék, a pontcom buborék úgymond, amikor minden internetes, ami mögött ott volt, hogy pontcom, meg www, meg ilyenek, azt vették, mint a cukrot 2000-ben, akkor tört be igazán a tőzsdére az internet, de most a kriptók csinálják ugyanezt 20 évvel később. És ők is részt akarnak ebbe venni, mert úgy érzik, hogy olyan a hajnalán vagyunk. Ezt én szoktam mondani, hogy az évszázados a teljes, hogy is szoktam mondani azt az eget már. Hogy a pénz gazdasági átalakulás, az egész pénzvilág, meg pénzrendszernek a hajnalán vagyunk az átalakulásnak. 4 éve már megkezdődgetett, de akkor még csak a kis befektetők vettek részt a bitcoinba, ők vásárolgatták, de most már itt vannak a nagy cégek, most indult el igazán a hajnal, én úgy gondolom. Úgyhogy ők is szeretnének beszállni mindenképp. Korábban ebben a hónapban igen, a Morgan Stanley már bejelentette, hogy ő már lehetőséget fog biztosítani a tehetős ügyfelei számára, hogy 3 bitcoin alapba is befektethessenek, és ezzel ők váltak az első nagy banká, akik ezt lehetővé tették az ügyfeleik számára, a Morgan Stanley, most akkor csatlakozik hozzájuk a Goldman Sachs is. Goldman Sachs is. És a Goldman Sachs, igen, újra megnyitotta a Bitcoin irodáját ebbe a hónapba, és azt is mondja, hogy hatalmas igényt lát az intézmények oldaláról is a Bitcoinnal kapcsolatban, hogy Bitcoin szeretnének az intézmények is vásárolni, nem csak a tehetős ügyfelek. Hopp, lett új, hol van? Itt van, csináltam újat, de még nem jelenik meg, az furi. Tehát itt már látszik, hogy az új profilképem, ez nagyon tetszett. Ami kijött, ez jó kis 3D-s Bitcoin profilkép, de nem akarja egyszerűen megenni, nem tudom, hogy még szórakozok vele a napokban, hogy miért nem azt mutatja, miért ezt a 2D-s bigyót. Na mindegy, ezzel majd még foglalkozok. Azt mondja, hogy na de nem is a kép, hát a képnek annak nagyon örülök, tök jó profilkép lesz. Viszont a cikknek a lényege, hogy a derivatívák, igen, hogy a CME csoport, Chicago Mercantile Exchange, ők egy tizednyi 0,1 bitcoinba is be lehet már futures befektetni majd náluk derivatívába, és ami itt a lényege az egésznek, a Chicago Mercantile Exchange, a CME Group új futures, bitcoin futures terméket fog elindítani május 3-án, 3 nap, 4 nap múlva. Hogyha igen, a USA törvényhozói jóvá hagyják a terméket, hát gondolom már nem reklámoznák ennyire, ha nem hagynák jóvá. Az új szerződés egy mikro Bitcoin futures termék lesz, ami 0,1 Bitcoin-t fog érni, annyiért is be lehet már fektetni ebbe. Nem úgy, mint a többi future szerződésbe, ami egyébként 5 bitcoinba kerül, az azért combos egy ár, most a kb. Már 20 millióba kerül egy bitcoin, 100 millióért lehetett eddig a CME-nél befektetni, na most már lehet 10 millióért is majd. Azt mondja, hogy ja, 5 bitcoin, nem 5 bitcoin, az 50-ed részért, nem, 1,8 millió forintért is be lehet most már CME futures-be fektetni, nem csak 100 millióért, hanem 1,8-ért is. A kisebb szerződés azt célozza meg, hogy sokkal elérhetővé tegye a bitcoin futures-t a széles közönség számára, ugyebár aztán az nyugodtan el lehet mondani, hogy a rohadtul kevés embernek van 100 millió forintja. Még 1,8 millió azért már többnek lehet. Oké, és ennek ez volt a lényege. Haladjunk is tovább. Egy kanadai cég, a Mogo, hogyha nála kötnek jelzálog szerződést, vagy hiteleket vesznek fel, vagy meghosszabbítanak régebbi szerződést, akkor bitcoin fognak ajándékba adni az embereknek.
Azt mondja, hogy igen, akár 3100 dollár értékben is kaphat bitcoint, aki rajtuk keresztül vesz fel hitelt. Hogyha új hitelszerződést kötnek, egy jelzálog hitelt, vagy egy régit újra finanszíroznak, gondolom többet vesznek fel a régire, vagy ilyesmi. És akkor itt van a lényeg, hogy 100 és 200 ezer dollár, ez hát a különböző kategóriák, hogy mekkora hitelre mennyi bitcoint fognak ajándékba adni. És a program alatt során hát igen, itt mégis ugyanezt írják le, hogy akár 3100 dollárt is kaphatnak bitcoinba, akit náluk velük köt szerződést. És a bitcoin ajándék programjuk arról szól, hogy az ügyfeleik többféleképpen is bitcoinhoz juthassanak. És azt mondják, hogy ez tiszta, hogy még mindig az kezdeti stádiumában vagyunk, annak, ahogy látjuk, hogy a fogyasztók bitcoint adjanak a pénzügyi portfóliójukhoz, ugyanúgy, ahogy látjuk, hogy a vállalatok is elkezdtek bitcoinbe fektetni, most már a fogyasztók, a kisebb emberek is elkezdenek bitcoinbe fektetni, és ami a lényeg itt még náluk, hogy adva a volatilitást és a spekulatív természetét a bitcoinnak, hogy így nő az ára, úgymond, egyre inkább nő azoknak a kanadaiaknak is a száma, ez egy kanadai cég egyébként, kanadai hitelügynökség, vagy hitelcég, akik keresik annak a módját, hogy hogy tudnának részt venni a bitcoinban, és profitálni az ár növekedéséből, úgy, hogy nem kockáztatják a saját pénzüket egyáltalán. És akkor az ő bitcoin ajándék programja az pont tökéletes erre, mert így akkor senkinek nem kell a saját pénzét beletenni, ők kötnek egy hitelszerződést a céggel, vagy bankkal, vagy a hitelintézettel, és akkor ők megadnak nekik bitcoin cserébe. És igen, és még nőhet is az értéke ugyebár a bitcoinnak, hogy mert például van egy olyan sajátossága a bitcoinnak, itt mondják is, hogy egy olyan vagyontárgy osztály, aminek hihetetlenül nőhet az értéke az idő során. Például ez a 3100 dollár értékű bitcoin, hogyha ezt 5 évvel ezelőtt vett valaki 3500 dollár értékben, akkor most 350 ezer dollárt ér már ez a bitcoin, amit 5 éve még az ezredéért vettek, úgymond. Ezerszeresét nőtte 5 év alatt. Haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy igen, a Jajskót zeneiskola már támogatja a kriptofizetést az oktatásért, a zenetanításért. Gabcsi úr, hogyha nézed, bár nem hiszem, hogy ti nézitek az ilyesmiket, hogyha néznéd esetleg a híradót, akkor már kriptóba is lehet kérni a tandíjat a hallgatóktól. Azt mondja, hogy igen, és akkor a Siad, hát mindegy, itt beszélnek erről, igen, a zeneiskolától annak az egyik hölgy tanára, ő mondja, hogy az iskola rengeteg, az iskolának sok felnőtt tanulója van, egyébként 700 tanulójuk van, felnőtt magántanulója, akik a fintekbe, a pénzügyi technológiák világába, ezen a piacon dolgoznak, és többen javasolták az iskolának, hogy el kéne fogadniuk kriptofizetési lehetőségeket. És mondják is, hogy a kriptovaluták már velünk fognak maradni, és végső soron egy rutin módjává fognak válni az emberek számára, hogy ezen keresztül fogják fizetni a szolgáltatásokat, és minden egyebet. Egy természetes módja az oktatásért történő fizetésnek ez. Az elmúlt néhány évben a világ minden táján lévő iskolák elkezdték bejelenteni, hogy kriptotámogatásokat is elfogadnak a termékeikért, illetve a szolgáltatásokért cserébe az iskolák is. És egy közvéleménykutatásban, amit készítettek, a legfiatalabb válaszadók voltak azok, akik leginkább izgatottak a kriptovalutákkal kapcsolatban. Az 50%-a a 18-24 év közötti tanulóknak úgy gondolja, hogy ez teljesen normális formája lesz a fizetésnek 10 éven belül, hogy kriptóba mennek majd a tranzakciók, fizetések, minden egyéb. Hát ezt én is így látom. Még lehet, hogy addig se kell várni vele. Egy kimutatás Dél-Koreában azt mutatta ki, hogy a 20 és 40 éves, mondjuk úgy 20 és 39 éves köztiek fektetnek be leginkább kriptovalutába, és egy ilyen 100 dollárt körülbelül.
Ami ebből lényeges volt, hogy a dél-koreai kriptobefektető közül a 20 és 30 évesek közt ők a bitcoint keresik, és a top 10 altokat. Ugye bár hát ők látjuk, hogy én, ahogy itt figyelgetem el a top 10 alt, azért nem olyan nagyon húzós, vannak komolyabb altok is, kicsivel lentebb, a top 20-ba, meg a top 100-ba, de az a lényeg, hogy a koreaiak a bitcoinra mennek rá, és a top 10 altokra, és az egyik Mr. Átök, mindegy, ő mondta is, hogy ő például 88, minden hónapban 88 dollárt a fizetéséből bitcoinba és altcoinokba pakolgat szépen, úgyhogy nő is a megtakarítása folyamatosan azóta is. Oké, és haladjunk is tovább. Azt mondja, hogy mi van itt a DeFi-jel kapcsolatban. Júj, ezt nagyon kell figyelni. Ez az X-fai, ez nagyon megtetszett nekem. Mindjárt mutatom is, hogy miért. Majd csak nyáron vagy ősszel, valahogy nyár közepe vége felé fog ő kijönni. De a lényege, hogy DeFi Venture X-fai Release Liquidity, igen, azt mondja, hogy na mindegy, ez egy olyan projekt lesz, ami az egész decentralizált váltókat, a tokenes, a swapokat, token cserélőket, a Uniswapot, SushiSwapot, ezeket, ezt mind olyan új technológiát fog behozni a piacra, amit egyikük se tud. És még támogatja a Bitpoint.com-nak az alapítója is, ő is támogatja ezt a projektet is. Az X-fai egy DEX, decentralizált váltó, ami azt célozta, mert tűzte ki céljául, hogy a kis és közepes tokenekből, mert nem minden token kamatozik most jelenleg, csak a nagyok nagy mennyiségben, meg sokat kell betenni, hogy kamatozzon, meg ilyesmi, és ők rámennek arra, hogy a legkisebbek is, a kis picik, amik vannak mindenkinél tokenek, minden kamatozzon, és minden ki is találták ennek a rendszerét, hogy hogy tudnák ezt megcsinálni, hogy a legkisebb embernek a legkisebb tokenja az is tudjon kamatozni, és mindenki jó jár, és olcsóbb legyen az egész, mint a többi decentralizált váltó, úgyhogy nagyon szép, amilyen irányba haladnak. A kicsit mindig, a kicsiben nagyon sok pénz van. Én, ahogy, júj, mikor volt az? Hát már 20 éve, 20 éve, amikor cigivel bizniszeltem a suliba, sima cigit, Sophie Light-ot árultam, és akkor ott volt a Sophie Light, egy 265 forint volt egy doboz, én meg 20-asért árultam a száját, akkor még 20 volt benne, olyan 150 forintot kerestem minden dobozon, vagy 130-at volt, hogy 8 dobozzal kiárultam egy nap alatt. Jó, ez már elévült, meg ilyenek, nagyon bízok benne, hát persze, hát azért már 20 évvel azóta vagyunk. Tiniség, hülyeség, tök mindegy, hát nekünk ugye már egy forint zseppénzünk nem volt, mert hát betettem a szendvicset, meg kaptál teját, hát mi a jó Istennek kéne neked pénz, úgyhogy ha sörözni akartam, vagy bármi egyéb, akkor meg kell tolni magamnak, így oldottam meg. Azt mondja, hogy és a kicsikben nagyon sok pénz van, rengeteg agy pénz, fú, nekem is csak Sophie Light-ot árultam, nem Marlborót, meg Black Vanillát, meg az ilyen csodadrága dolgokat. A legalapabb, legstandardebb dolog, azokban nagyon sok pénz van. Ők is rámentek az alap a kis emberre, legstandardebb dolgokra, akkora fejlesztéseket nyomnak a háttérbe, hogy az nagyon ígéretes is. Április 8-án, most igen, 8 nap, 9 nap múlva, Liquidity Generation Eventet lesz egy LGE, egy ilyen esemény, amikor gondolom lehet támogatni, egy beléjük fektetni, erre majd kíváncsi leszek, hogy lesz-e plusz hír, hogy hogy mint lehet ezt megoldani, mert nagyon ígéretesnek látom. Az elején ott nem sok mindent jelöltem ki, mert itt a lényege, meg nagyon technikai, stb. Majd a videóból is csak egy részlet mutatok be, amit csináltak hozzá. Nézzük meg először, mit emeltem ki belőle. Igen, a Bitcoin.com-nak az alapítója és az angyal befektetőjét úgy hívják egyébként Roger Ver, vagy igen, ő is úgy döntött, hogy támogatni fogja az X-fai projektet. Az X-fai számára egy potenciált jelent, és hihetetlen lehetőségek vannak benne a blokkláncok terén. Az X-fai lehetővé teszi a jelenlegi decentralizációt azzal, hogy lehetőséget ad a kis és közép kép, hát nem is tudom, hogy piaci értékű tokeneknek arra, hogy végre helyük legyen az asztalnál, velük is lehessen számolni a kis tokenekkel is. És ő nagyon várja már, hogy az X-fai meg fogja az egész játékot változtatni, az egész piacot, azt mondja, a decentralizált pénzügyek terén, világában, azzal, hogy egy stabil alapot fog nyújtani jövőbeli projekteknek is, amik ráépülhetnek majd az X-faira, mondja a Bitpoint.com alapítója.
És akkor az X-fajról, jaj, ezt szerintem itt fogom, aha, ezt fogom majd itt hagyni, bezárom a hírt, de ezt meg ide is teszem, hogy nézegessük az X-fajt majd az ígéretes új kriptók közt, amik még nem jöttek ki. És akkor mi van itt a végén? All integrate seamlessly into RxFi Dex Liquidity Oracle. This is a unique and industry-leading approach, and nobody is doing anything even close. Ez egy egyedi, egy teljesen egyedi fejlesztés, amit ők csinálnak jelenleg, és senki nincs még a közelébe se annak, hogy hasonlót fejleszen, amit ők csinálnak. Itt az 5 perces videó, ez angolul van, nyugodtan, hát aki gondolja, az nézze végig, vannak benne technikai dolgok, meg minden, hogy mit fognak csinálni, azzal most nem húzom az időt, de a lényeg mindenki számára röviden elmondva, hogy nagyon ígéretesnek tűnik az X-fai. Nekem nagyon tetszik, úgyhogy figyelgetni is fogom folyamatosan napi szinten. Ja, ez ide jöjjön a Polkomon után, igen. Haladjunk is tovább. A Top Digital Tower jó, és akkor most Godzillás kártyákat, meg ilyesmiket fognak kiadni, de nem is ez a lényege az egésznek, hanem igen, hogy ebből jöttem rá megint, hogy a Vaxot azt figyelni kellene, mert a Vax-szal álltak össze, tehát ezt a Topot, a Top ők egy mindegy, nem blokklánc alapú cég, tehát nincs kriptójuk, meg ilyesmi, hogy bele lehetne fektetni, de a Vax-szal álltak közbe, és a Vaxon keresztül lehet megvásárolni a Topnak a dolgait. És igen, digitalizálják a sportokat, a szórakoztatóipart, a kártyákat adnak ki. A, végül is a kollektoroknak, a gyűjtőknek a központja kb. Ez a TOPS. Mindent lehet így gyűjteni, lehet venni, eladni, kereskedni a Vaxon keresztül, és akkor mutatom is, mert a Vax az azért nem tetszett nekem utoljára, mert ez a hülye Garbage Pail Kids, vagy mi a jó isten. Garbage volt, amiről jött a cikk, azt mondom, hogy a jó Istenben néz ki már ez az egész. Ezek a gusztustalan kis kártyák, ez az egy volt, amivel kapcsolatban felmerült a Vaxnak a neve, még itt február 23-án, de hát ezek valami undorítóak voltak ezek a kártyák. Na jó, hát a kicsiknek vannak, hogy a hülyeséget meg a csúnyákat szeretik meg ilyenek. Polkamon Uniswapnál csörög az emlékeztetőm. 12 perc múlva lehet nézni. Na de oké, undorító volt, de amúgy, ahogy megnézem ezt a Topot, ők azért itt, ez miért van ez, tök mindegy, nem ez a lényeg, hanem a Top, kik vannak kapcsolatban a Toppal, azért itt igencsak komoly dolgok mennek. Azt mondja, hogy Godzilla, sportok, például baseball, ezt nem tudom, valami izé, gondolom, műharc, mint a, hogy hívják már, jaj, gyorsan, pankráció, meg ilyesmi, de ami a lényeg, a Marvel, hát a Marvelt azt imádom, és a Marvel Collection-t is náluk lehet kapni, Marvel-lal leszerződtek, úgy látszik, Star Wars-szal, Disney-vel, NHL-lel, a hokival, nagyon sok mindennel, és azt mondja, hogy itt nézzük is meg lentebb, itt vannak ugyanúgy Disney, baseball, Marvel, baseball, amerikai foci, amerikai vagy hoki liga, Bundesliga, Európa, UEFA Liga, UEFA Liga, Star Wars, AMC, nagyon sok komoly partnere van a TOPS-nak, és akkor a Vaxon keresztül, tehát nem egy és ugyanaz, mint a Vax, de a Vaxot érdemes lesz majd elkezdeni figyelgetni. Azért nem is nagyon tetszett nekem, főleg a Garbage Pail Kids az undorító kártyáknál, meg azt néztem, hogy még annyira sem nőtt meg az értéke, amennyit 2018-ban ért már. Régóta van ő is, 2018 óta ez a Vax. Ő végig is a köztes fél, aki megoldja, hogy tudjanak a TOPS-nál vásárolni. Tehát elég csúnya, meg piros ahhoz képest, meg minden, hogyha old time-ban nézzük. De ha jól emlékszek, igen, a Vaxot is már bedobtam ide, hogy azért figyelgetni nem árt. Majd nem dobtam be, na, akkor most bedobom a Vaxot. Azt mondja, hogy Vax. És hol van nekem egy USA dollár alapú kalkulét, Bitcoin, USA dollár, USA dollár, jó, hit BTC, hát igen, CoinMarketCap-es az nincs, de mondjuk innen, Vax P, a Vax USD, legyen az a Bitfinex, vagy Vax USD, de mintha ezt én hozzáadtam volna, csak kitöröltem azóta. Egy pillantyú, miért nem látom én a Vaxot?
A jó Isten, mert másodperc, hát ez most újra, mi történt itt? Miért nem adja hozzá? Vaxu SD, akkor itt a plusz gombbal, na így már hozzáadod, oké. Okay. Vaxu SD, persze, hát már bent is volt, csak valamiért kiszedtem. Oké, okay, hogy a Vaxot se árt egyébként figyelgetni, jó, úgyhogy legyen itt ő is. Jaj, mennyi portfólium kívüli figyelős lett már megint. Nem baj, ezért 25 coinnál most 26 vagy 28 vagy ilyesmi, 25-et azért azt próbálom tartani, hogy 30 felé nem menjek már, meg végigmondani se fogom bírni, meg annyit azért tényleg kemény lenne lekövetni. Próbálom azért 25 körül tartani a portfóliumot majd. Na de haladjunk is tovább, a Moonbeam Network, ja is ő, vagy ő fog, lehet, hogy kevertem, nem, de ő fog nyáron kijönni. Ők is gyűjtenek majd plusz pénzt, az a lényege a Moonbeam Networknek, hogy az Ethereum lehet, hogy a blokkláncok közt, a decentralizált applikációk közt és az okos szerződések közt jelenleg az Ethereumra fejlesztenek szinte mindent is, vagy a legtöbbet, de ez a paradigma, ez gyorsan megváltozik, ahogy egyre több úgy nyílik meg a Polkadot számára, hiszen az Ethereumnak olyan magas díjai vannak, mint a Bitcoinnak, az embertelen, hát jó, embertelen, hát 3000 forint, ha milliókat utal az ember, akkor az semmi, ha meg 1000 forintért akar, 5000 forintért akar valamit utalni, akkor meg a felét leszedi, úgyhogy az azért nem túl praktikus Ethereumban a kis utalások. A Polkadot viszont az 1000, de vagy valami ilyesmi, ott kb. 1 forintba, vagy 5 forintba, vagy ilyesmibe kerül majd egy utalás, nem 3000-be. Tehát a Polkadot felé egyre többen vándorolnak már át, és egy cross-chain kommunikációs protokoll, tehát ez a Moonshine, vagy mi a jó Isten, nem a... A Moonshine az izé, az PIA 3X-es USA-ba az alkohol. A Moonbeam, a holdfény, az azt mondja, hogy a Polkadotnak a paralánca lesz a holdfény, a Moonbeam, és egy olyan protokoll, ami abba fog segíteni a fejlesztőknek, hogy Polkadotra áthozzák a projektjeiket, akár még az Ethereumról is, és nekem itt is írják, pillanat, már előre szaladtam. Igen, majd decentralizált pénzügyek piacára és az NFT-k piacára akarnak betörni a Moonbeam-mel, és ami a lényeg, hogy a Moonbeam-nek a felülete az segíteni fog a jelenleg Ethereum alapú okosszerződésekre épülő applikációfejlesztőknek, hogy áthozzák az Ethereum-os okosszerződéseiket a Polkadotra. Úgyhogy ne kelljen újraírni az egészet. Azt mondja, hogy de ezzel szemben egyébként van negatív oldala is, mert scalability nem lehet olyan szinten kiterjeszteni, elterjeszteni, még széles körbe, és cost efficiency talán nem is lesz olyan költséghatékony. Ezt majd meglátjuk, de jaj, hát mindegyit be sem jelöltem, de valami olyasmi van, hogy ő fog talán nyáron kijönni, vagy ilyenek. Second half of the year, igen, tehát majd valahogy úgy június, július, augusztus, ilyesmi környékén fog csak majd kijönni a Moonbeam valószínűleg, de őt majd nem árt figyelni, hát őt most nem is lehet, meg sehol nem létezik, meg ilyesmi, de majd hír úgyis lesz róla egy-két hónap múlva, mielőtt kijön. Azt mondja, hogy Crypto MNL deals, tehát hogy igen, tehát ez semmi nem volt kb. Ebben a cikkben, annyi a lényeg, hogy Crypto Merger and Acquisition, tehát én ez alapján azt értettem, hogy a kripto cégekkel, hagyományos cégek egyre több szerződést kötnek, meg állnak össze, és akkor ez már 1,1 billiós értéket is elérte. Nem volt egy nagy cikk, a végén még az van, hogy Hongkongba, igen, biztonsági lezárások miatt folynak ki a pénzek Hongkongból, a hongkongi lakosok akár kriptovalutákat is használhatnak arra, hogy mozgassák ezeket a tőkéket, úgyhogy ne nagyon tudjanak rálátni, mert ami a lényeg a hátterében az egésznek, hogy a hongkongi rendőrség befagyasztott fiókokat, számlaszámokat több embernek is, akik demokrácia párti tüntetéseken részt vettek, ugyebár Hongkongot már hozzácsatolták egy éve, hogy mikor volt, ez megint Kínához, pedig ő külön tudott tevékenykedni, de most már rátette a kezét teljes kínai állam megint Hongkongra, és akkor befagyasztottak itt bankszámlákat, adott embereknek, akik nem támogatták a kommunizmust, mert demokrácia pártiak voltak, és igen, egyre több aggálya van a helyi lakosoknak azzal kapcsolatban, hogy biztonságban vannak-e a vagyontárgyaik, ha még a bankszámláikat is befagyasztják, és a hongkongi lakosok akár kriptovalutákat is használhatnak arra a célra, hogy tengeren túlra mozgatják a vagyonukat.
Itt írják, hogy akár kriptovalutákat is, azt nem követik, meg a pénzügyi intézmények közti tranzakciókat se követik, meg a 8000 dollár alatti tranzakciókat se nagyon követik, úgyhogy így tudják majd valószínűleg a hongkongiak kimenteni a pénzüket Hongkongból. És a végén még annyi van, hogy igen, ennél itt megint nem jelöltem ki többet, az XRP-nél végül is a SEC, az amerikai tőzsde felügyelet, ő gátolni akarta azt, hogy az XRP holderek, az XRP támogatók benyújtsanak valami pozitív leírást az XRP-vel kapcsolatban, hogy ők támogassák, és akkor ezt meg akarta tiltani az amerikai tőzsdefelügyelet, de az amerikai bíróság meg elutasította ezt, és azt mondta, hogy végül is nyugodtan benyújthatják az XRP támogatók ezeket a plusz információkat nekik. El is értünk a végére, 4 perc múlva jön a Polkamon, ha minden igaz. Nézzük meg, tegnap mutattam a hőmérsékletet, még a csapadékot, hogy fog-e esni vagy sem. Na, most pillanat, nem igazán akar frissülni, mi van ezzel? Akkor lehet, hogy már nem mutatok időjárást. Jaj, de jó, már mint azért, mert mióta Brave böngészőm van, 2 hete vagy 3 hete folyamatosan mindig tudtam időjárást mutatni. Most át egy frissítést rányomok, lehet, hogy most van, de nem, már megint befrissült, csak úgy másodperce volt valami problémája, nem az internettel, meg a böngészővel volt gond. Már pöttyök itt ugrálnak jobbra-balra. Na mindegy, nézzük is, azt mondja, hogy időjárás 31-en rendben vagyunk, nézzük mondjuk egy delet kb. 11 órát. Nézd meg mindenki, hogy hol van, és akkor indul a vonat, mennyire lesz csapadék az elkövetkezendő egy hétben. Ez itt szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, Polkamon a Uniswapon, kedd és szerda. Egy héttel előre mentünk. Aha, majd csütörtökre jön még egy nap. Hát, meg hétvégére lesz. Hétvégén lehet, hogy fog esni, az még jó kérdés egyelőre. Köszi szépen, hogy meghallgattatok. Holnap ismét jövök a friss hírekkel. További szép estét mindenkinek. Sziasztok!